Jó reggelt kívánok Gyíl Németh Erzsébetnek és Magyar Zoltánnak. Jó reggelt kívánok. Kötelező védőoltásról beszélgettünk. Hogyan döntenek önök? Kötelezővé tették a szociális otthonok főváros vonatkozásában, szociális otthonok a bent lakó otthonoknak a dolgozói számára. Másra kötelezővé szeretnék tenni az oltást? Nem. Én azt gondolom, hogy a kormányzat részéről egy kifejezett felelősségáthárítás zajlik, ugyanakkor pedig továbbra sem közölnek normális, értékelhető adatokat. Az, hogy most a kormány ebben az ügyben elgyávult, és a munkáltatókra, a polgármesterekre, önkormányzatokra hárítja el ezt a felelősséget, ez azt gondolom annak a beismerése, hogy ezt a járványhelyzetet eddig nagyon-nagyon rosszul kezelték. Egy hely van, vagy egy olyan intézmény típus van, ahol viszont én is mindenképpen ahhoz ragaszkodtam, hogy legyen kötelező a dolgozóknak az oltás, az úgy, ahogy mondta Márta, az idős otthonaink, 11 fővárosi idős otthonunk van, körülbelül 4000 férőhelyel, és itt egyébként a dolgozók átoltottsága is rendkívül magas, több mint 92%. Tehát igazából azt a 7%-nyi dolgozót szeretnénk rávenni arra, hogy oltassa be magát, akinek persze egészségügyi okai vannak, hogy miért nem tudja magát beoltatni, nyilván azok felmentést kapnak ez alól. Van már visszajelzés, hogy hogyan fogadták? Intézményvezetőkkel természetesen mielőtt ezt a döntést a Fővárosi Operatív Törzs meghozta, konzultáltunk, és az ő egyetértésükkel hoztuk meg ezt a döntést. Én egy vagy két otthonban voltam azóta más látogatás miatt, és ott nem tapasztaltam nagyfokú ellenállást ezzel szemben. Bocsánat, a BKK? BKK, BKV az egy másik helyzet, hogy az érdekképviseletekkel egyeztetett a főváros vezetése, a kormány ezt sem tette meg. Tehát egyetlen egy szakszervezettel, érdekképviselettel nem egyeztetett azelőtt, mielőtt ezt a döntést meghozta, és a munkáltatók nyakába varta ezt a felelősséget, és az egyeztetések alapján a főváros vezetése úgy döntött, hogy BKV, BKK-nál nem vezetjük. Mondjuk az érdekes azért, amit itt a híradóban láttunk, hogy egy pillanatra visszakanyarodjak, a BKK szóvivője azt mondta, hogy mindössze 10 esetben kellett, most nem a munkavállalókról, hanem az utasokról van szó, intézkedniük a maszk használat elmaradása miatt. Ez ugye nem közvetlen szakterületed, ezt reálisnak tartja? Tehát azért közben a képeken láttuk, hogy rengetegen nem használnak maszkot, miközben kéne, már az utasok részéről. Hát nézze, ha a BKK ezt az információt adta ki, akkor nyilván ez egy érvényes információ. Én abba bízom, hogy az utasok, illetve nem csak az utasok, hanem mindenki megérti, hogy ön ugye az a bejátszásban, vagy a bevezetőben említette, hogy rosszabbak a számok, mint tavaly ilyenkor. Ezért én bízom abban, hogy mindenki megérti, hogy ezek az intézkedések miért vannak. Az, hogyha sokan hordanak, vagy sokan lehet látni, hogy nem hordják még a maszkot, én bízom benne, hogy mindenki felelősség teljesen fog. Beszélve még a főváros témáiról. Hagyományosan azért azt gondolom, a Jobbik képviselete az vidéken erősebb, mint a fővárosban. Hogyan fogadták az ottani cégek ezt a lehetőséget? Mert egyelőre a kormány részéről ez egy lehetőség, hogy a munkaadó úgy döntsön, hogy kötelezővé teszi a védőoltást. Hát én is úgy gondolom, hogy ez felelősségáthárítás, és jellemzően ugyanezek az információk, ugyanezek a vélemények jönnek vissza vidéken is. Egyébként ez nem csak a vírushelyzettel van összefüggésben, hanem általában egyáltalán az egészségügy állapotával. Tehát én úgy gondolom, hogyha semmi más probléma nem lenne ebben az országban, csak az egészségügy állapotát látnánk és ismernénk, már az bőven elég indok lenne arra, hogy azt mondjuk, hogy tavasszal kormányváltásra van szükség. A önök ennél egy kicsit előrébb is mentek, mert nem csak az egészségügyel foglalkoztak, hanem egy konkrétan bejelentettek most egy sztrájkot, vagyis egy tüntetést, egyelőre nem sztrájkot, bocsánat, a magas üzemanyagárak és élelmiszerárak miatt. Ennek vonatkozásában miért pont Máté Szalkán volt ez a bejelentés? Tudom, hogy az ottani aktivistájuk vagy képviselő Földi István szervezi, de beáll mögé Jakab Péter is. Van ennek üzenetértéke, hogy egy vidéki területen, egy vidéki helyszínen szerveznek tüntetést? Mindenképpen van, így van, Földi István nyerte ott az előválasztásokat, ő lesz a fideszes jelölt kihívója, és ott alakult ki erre egy igény elsősorban. Biztos vagyok benne, hogy az ország több pontján lesznek hasonló rendezvények, mert már most jó néhány ilyen felkeresés, ilyen javaslat érkezett. Mások is csatlakoznának ez a tüntetéshez? Így van, hát például Jakab Péter, a Jobbik elnöke akkor is más ott lesz. Település is? És aztán később pedig szeretnénk ezt több helyen is megismételni. Úgy látom, hogy az emberekben komoly igény van arra, hogy kifejtsék a
véleményüket azzal kapcsolatban, amilyen élelmiszerárak, amilyen üzemanyagárak alakultak ki mostanában, és hogy ezt mennyire nem követik a bérek Magyarországon. Ez valós, nyilván valós lehet, de hogy egy kicsit tegyük tisztába, Föld István azt mondta, hogy évi 700 ezer forint az átlagbér, hogyha ezt visszaosztjuk, mert mint ezen a területen Szabolcs megyében, azaz kevesebb, mint 60 ezer forint, havi 60 ezer forint. Azért ennél a számok, a statisztikák jóval magasabb számot mutatnak. Hát érdemes, amikor ezek a statisztikák kijönnek, érdemes az emberek reakcióit megnézni, főleg ezeken a vidékeken. Igen, azt tapasztaljuk, hogy köszönő viszonyban nincsenek a statisztikákkal sokszor azok a bérek, amit az emberek a valóságban hazavisznek, és nem lehet akkor csodálkozni, ha ennyire elégedetlenek, és ennyire jogos a felháborodásuk, hiszen a mindennapjaikat nehezíti meg az, hogy az élelmiszerárak többek között már tényleg az egekben vannak, és az előrejelzések szerint ez még csak a kezdet. És lehetne itt lépni, tehát a kormánynak azért komoly lehetőségei lennének, akár áfa szinten, akár ha megnézzük azt például, hogy a magyar élelmiszeripar most már 75-80%-ban a fideszes elit kezébe került, és érdekes módon ez egybeesik azzal az időponttal, amikortól már nem érdekük az élelmiszerárakkal foglalkozni, sőt, az motiválja őket, hogy minél drágábbak legyenek, annál nagyobb profitot. Hát itt van a térségben azért a foglalkoztatottság is lényegesen alacsonyabb szintű, mint az ország többi részében, tehát valószínűleg az is az egyáltalán nem keresők, nem létező jövedelem, és lehúzza az átlagot, tehát ennek is köszönhető valószínűleg ez a 700 ezres adat. Igen. De térjünk vissza talán a főváros témára, nagyon fontos hír, vagy álhír került szóba az elmúlt napokban. Ezzel kapcsolatosan az egyenes beszédben is beszélgettünk, vagy szóba került a téma, miszerint nem akarja eladni a fővárosi önkormányzat a városházát, ezt jelentette ki Karácsony Gergely. Erzsébetváros DK-s polgármestere belső vizsgálatot indítana, a fővárosi Fidesz pedig válaszokat vár a budapesti főpolgármestertől. A részletek után mindjárt én városokban Gyéri Mete Erzsébetet kérdezzük erről a témáról. A vagyon törvény szerint egyébként nem is értékesíthető, tehát ez már csak habatortán. Feljelentést tett Karácsony Gergely, miután elmondása szerint valaki hamisan azt a látszatot keltheti, hogy a főváros el akarja adni a városházát. Kiemelte, hogy az eladás helyett inkább fejlesztésekben gondolkodnak, miközben az Indexben megjelent dokumentumok kapcsán értetlenségét fejezte ki. Az Index előadott egy szerződést, amit nem mi kötöttünk, hanem valakik kötöttek, nem tudjuk, hogy miért, és nem tudjuk, hogy kik ezek, és az egészhez semmi közünk. Én egy dolgot tudok mondani, a főváros önkormányzat nem tervezi értékesíteni ezt az ingatlan természetesen, sőt, folyamatosan felújítjuk. Az Index kezdetben a fővárosnak tulajdonította az értékesítési szándékot. A később megszellőztetett dokumentum szerint a Beelkéstársa ingatlan iroda, illetve a Northern Rock Kft. Kötött valamiféle megállapodást a főpolgármesteri hivatalról. A papírból azonban az sem derült ki, hogy az egy eladási vagy vevői megbízás. Mennyivel tudunk többet azóta, amit tud ezt hozzátenni Gyéri Mete Erzsébet? Annyit tudok hozzátenni, amit mindig is mondtunk, én magam is személyesen, hogy szó nincs arról, hogy bárki el akarná adni a városházát. Ez semmi más, mint egy elterelés, például a magas üzemanyagárakról, a magas élelmiszerárakról, vagy akár a Pegazus botrányról. Szerintem akkor járunk el helyesen, vagy az a jó magatartás, hogyha az ember ilyenkor egy tőmondatba cáfolja, minden, ami ezzel kapcsolatban megjelent, az nem igaz. Kinek az érdekében állhat ez a botránynak a kirobbantása? Egyértelműen a Fidesz. Voltak olyan szakértők, akik azt mondták, hogy nem csak a Fidesz érdekében áll, és ezért volt ez egyfajta egy ilyen félmondat, ami úgy megmaradt az ember fülében. Karácsony Gergely gyengítése, tehát ott nem a fővárosa, hanem Karácsony Gergely gyengítése. Ahogy mondtam, akkor járunk el helyesen, ez legalábbis a mi politikusok, hogyha ezt egy tőmondattal cáfoljuk, nem igaz. Ha már városháza és ha már fővárosi vezetés, ugye a tegnapi napon szintén nyilvánosságra került egy furcsa, vagy így, hogy is mondjam, Anonymousnak dedikált videó, amit elsősorban azért a kormány közeli portálok egy-egybe lehoztak, és nem tudom, hogy látta ezt a felvételt? Igen. Mit gondol róla? Azt gondolom, hogy ugyanolyan provokáció, mint amiről az előbb beszéltünk. Ha valaki figyelmesen meghallgatja, illetve ezzel kapcsolatban egy közleményt is kiadott a fővárosi önkormányzat, remélem, hogy volt már mindenkinek módja elolvasni, ugyanolyan provokáció, ugyanolyan figyelemmel. Ugye nem feltétlenül látta mindenki, ebben arról van szó, hogy egy Anonymousnak öltözött ember arról beszél. Hát már visszatérő figurája. Számomra nem derül ki, ez egy és ugyanaz-e. Tehát számomra ez egy kérdés volt, hogy akkor Anonymous néven kit látunk ott, de arról van szó, hogy a fővárosi vagyonkezelésnél visszaélés történt, és erre vonatkozó hangfelvételt mutatott, vagy hozott nyilvánosságra. A szereplők azok valósak benne?
Fővárosi Vagyonkezelő Központ ZRT-je van a fővárosi önkormányzatnak. Az ott elhangzó neveket, elhangzott mondatokat, ezeket én nem ismerem, fogalmam sincs ki, kiről és hogyan beszél. Hát nyilván majd a megfelelő jogi lépéseket onnan megteszik, ha a másik oldal részéről is lesz. Természetesen az üggyel kapcsolatban annyit érdemes még tudni, hogy ennek az ingatlannak, ennek a konkrét ingatlannak az eladása, egy 22. kerületi ingatlannak az eladása Tarlós István idején lett meghirdetve, nyilvános pályázaton, és a budafoki fideszes vezetésű önkormányzat is lemondott ennek az elővásárlási jogáról, úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanolyan provokáció, mint a többi. Az eladás is még Tarlós István főpolgármestersége alatt történt meg? Nem, az eladás már a mostani vezetés alatt történt meg, de ahogy mondtam, az egész, hogy ez egy kijelölt ingatlan eladásra, ez Tarlós István idejében nyilvános pályázaton több hónapon keresztül lehetett erre pályázni, és utána a tulajdonosi bizottság döntött. Ja, tehát nem is az a gond, hogy eladtak egy ingatlant, hanem hogy felvetőt itt bizonyos kenőpénzek szerepe, és annak vélt vagy valós tartalma nyilván majd kiderül a továbbiakban. Egyrészt, másrészt ugye azt Anonymous sem állítja, vagy legalábbis azon a hangfelvételen nem az hallható, hogy bárki a fővárosi önkormányzattól vagy a vagyonkezelőtől fogadott volna a pénzt. Minden napra úgy tűnik, hogy jut valami, ami oda-vissza mindkét oldalnak az aktivitását mutatja. Mennyire készülnek hasonló felvételekre, hasonló leleplezésekre? Vannak-e még olyan ügyek, amit önök is azt gondolják, hogy ajaj, itt most még elképzelhető, hogy előkerülhet bármi? Önökhöz eljut-e bármi hasonló információ? Az a helyzet, hogy itt a Fidesz kampány világában igazából teljesen mindegy, hogy egy ellenzéki szereplő mit mond, mit tesz, ugyanis a valósággal teljesen össze nem egyeztethető dolgokból csinálnak felvételeket, vagy vágnak össze lejárató anyagokat, tehát ilyen formában felkészülni erre nem lehet egyszerűen. El kell fogadni azt, hogy a Fidesz ilyen módszerekkel kampányol, a lehető legrövidebb úton tisztáznia kell magát az érintetnek, és tisztának is kell maradni. Hát az viszont nagyon nem mindegy, hogy egy bizottság tagja vagy vezetője hogyan nyilatkozik és miket mond, mondjuk akár a parlament folyosóján bármennyire fáradt állapotban is. Kósa Lajos minapi érdekes megnyilatkozásáról. Ugye Stumer János nyilatkozott úgy, hogy hát ebből akár 3 éves börtönbüntetés is lehet, legalábbis egy komoly vizsgálatot, illetve feljelentést tettek gyakorlatilag ez ügyben. Mit tud esetleg erről elmondani pártársa nevében is akár, hogyha közelebbi információ vannak? Hát igen, Kósa Lajos rendre tesz olyan nyilatkozatokat, ami ha nem lenne ennyire komoly ügy, akkor még mosolyognánk is azon, hogy mennyire saját maga ellen, meg a pártja ellen dolgozik egy-egy mondatával, de sajnos nagyon súlyos ügyről van szó. És csodálkozom is azon, hogy ilyen lazán kezeli egyébként a kormány oldal azt, hogy kiderült, hogy ellenzéki politikusokat, újságírókat, az üzleti élet szereplőit lehallgattak, és hát ahogy az információkból egyre több dolog világossá válik, ezt mindez kormányzati megbízásból tették egy kém szoftverrel, és ráadásul teljesen illegálisan. Ugye ez már egy korábbi hír, de a hír, a nagy hír most ugye az volt a minap, hogy Kósa Lajos ezt megerősítette, hogy igen, a belügyminisztérium szerinte, mások szerint más minisztérium vásárolta ezt a szoftvert, ez létezik, van, hogy mire, hogyan, miképp használják, hát erről mindenki más gondol. Igen, és hát ezért, hogy ugye Kósa Lajos ezt most tudatosan, nem tudatosan kikotyogta, bakizott vagy nem bakizott, ezért kíváncsi a Demokratikus Koalíció frakcióvezető helyettese Vadai Ágnes arra, hiszen ha ez most már nyilvánosságra került, és eddig nem cáfolta a kormány, hogy van ilyen szoftver, ugye azt se cáfolták, hogy a belügyminisztérium vette, legalábbis a híradásokban ez nem volt benne, és ezért kíváncsi a mi frakcióvezető helyettesünk arra, hogy most már szeretnének a Honvédelmi Bizottság tagja is betekinteni azokba az iratokba, amiben eddig csak a Nemzetbiztonsági Bizottságnak volt módja. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a Fidesz ahelyett, hogy mindenféle lejárató kampányokat indít el az ellenzék ellen, vagy ellenzéki önkormányzatok ellen, na pontosan ezzel kellene foglalkozni, hiszen úgy, ahogy képviselő úr mondta, ez tényleg botrány, hogy itt ellenzéki újságírókat, cégvezetőket megfigyelhetnek, ki tudja, hogy vajon ellenzéki politikusokat is megfigyeltek-e, na ezt kéne a kormánynak rendbe tenni és tisztítani. Még egy pár szót, hogy a hajrába érve 2 percünk van a közös ellenzéki listáról, ugye szintén a Híradóban volt, hogy a Momentum már kihirdette a maga listáját. Önök hogy állnak mindkét párt részéről, tehát a közös listán, hogy gondolják, milyen kész van-e már az önök listája?
demokratikus koalíciót tartja magát ahhoz a hatpárti megállapodáshoz. Ugye ez nyilvános, hogy majd valamikor december közepéig a listaállítás szempontjait fogják a pártok közösen a miniszterelnök jelöltünkkel kidolgozni, mi addig erről nem szeretnénk beszélni. Jobbiknak van már listája? Nincsen, és mi is ugyanezt az utat követjük, tehát először lássuk meg, hogy mi lesz az a logika, ami alapján az ellenzéki pártok közösen felállítják a közös listát, és a Jobbik majd ezek után a saját maga feltölti a listát. És szintén tegnapi hír, hogy Pécsen és Debrecenben tarifaemelésre készülnek a taxisok, ők már bejelentették, hogy emelni fognak az emelkedő árak miatt, illetve a költségek miatt. Budapest vonatkozásában azt mondták, hogy megkezdték a tárgyalásokat, indokoltnak tartaná, hiszen itt hatósági ár van, és csak a főváros beleegyezésével lehet ezen változtatni. Igen, elkezdték a tárgyalást a város vezetésével. Én azt tartanám nagyon-nagyon indokoltnak, és nem csak a taxisok miatt, hanem minden autós miatt, illetve hát aztán később nem autósok, hanem akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik, hogy a kormány a jövedéki adót csökkentse, az ő kezükben van a megoldás, ha ők ezeket a magas árakat nem fogadják el, és ugye emlékszünk, miket mondott régen Varga Mihály, hogy a kormánynak le kell mondania, ha túlzottan magasak az üzemanyagárak, na a jövedéki adót csökkentse a kormány. Igen, a jövedéki adót nem kellene csökkenteni. Mert az legfrissebb hírek szerint ugye a kötelezettségvállalásunk az Európai Unióval szemben ugye a csökkenő forintérték miatt épp hogy növekedni kell most már a jövedéki adónak, mert aláment az alá a szint alá, amit vállalt Magyarország. De itt van egy másik eszköz is, például Horvátország, ugyanúgy Európai Uniós ország, mint mi, és befagyasztotta az üzemanyag árakat, úgyhogy mi például a parlamentben ezt javasoltuk Orbán Viktornak az elmúlt héten is. Hát nyilván ez hosszú távon persze nem tartható, de átmenetileg lehet, hogy egy hatékony intézkedés lenne. Köszönjük szépen, mindeset, hogy elmondták. Köszönjük szépen.